Három izraeli túsz holttestét találta meg az izraeli hadsereg Gázában, a Hamas egyik alagútjában. Az egyik áldozat Shani Luk, német izraeli művész, akit október 7-én a Nova Zenei Fesztiválon rabolt el a Hamas, akárcsak Amit Buzkilát és Itzhak Yenentert. Mindhármukat menekülés közben ölték meg, holttestüket pedig Gázába hurcolták. Daniel Agari, az izraeli védelmi erők szóvivője azt mondta, az életet ünnepelték a zenei fesztiválon, és a Hamas meggyilkolta őket. Az izraeli hadsereg folytatja hadműveleteit a gázai övezet északi részén fekvő Jabalia központjában, ahol 60 fegyverest öltek meg és rakéták kilövésére alkalmas eszközöket találtak. Zajlik az offenzíva a déli Rafah ellen is, amelyet Izrael a Hamas fellegvárának tart, valamint Izrael légi csapást hajtott végre Dél-Libanonban a Hezbollah objektumai ellen. Közben először érkezett segély az Egyesült Államok által épített ideglenes mólón keresztül Gázába, és az Európai Unió is újabb segélyszállítmányt juttatott oda hajókon. Az ENSZ szerint ez örömteli, de nem elégséges megoldás.